Hey, what are you doing? What the hell? I said, what are you doing? It's only an inhibitor to slow the rate of infection. You said you could cure her. I can, with your help. Do you have to trust me? Na, here's less Bennett McBeasley. She doesn't have much. All right, fine, do whatever you need to do. Jó, leszedálja szerencsétlen Sajszit, hogy ne tudjon még egyelőre átváltozni, vagy elinduljon a folyam, ne induljon el a folyamat. You saw the recordings, you know what happened on Europa? I have no idea what happened on Europa. I wasn't there when the attack happened. No, but she was. Huh. Are you sure you really want to? Yes! As you wish. What did you do to me? Gave you what you wanted. The curse of knowledge. Oh. Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sync is complete. Összeszinkronizálta az eszközeinket a csajjal, ami a fejünkben van. Give you the answers you seek. Okay. Just tell me how we can cure her. You can use this to synthesize an antidote, but you'll need to extract a sample from the Warden's elf. This is what? The goal of this madness. His ridiculous protocol. During the original outbreak, Began. A colonist known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biophage, to control it. Oh. Yeah, I heard in the recording something about bigger, stronger. The next phase of human evolution. Unfortunately, he was killed during the Arca's sterilization. Now, the Warden seeks to replicate the conditions of the original outbreak, hoping to recreate Subject Nagyon Zero as Subject Alpha. Well, releasing the virus into the prison? As he would say, evolution doesn't happen in a lab, it happens in the wild. But how can he do this? There's no way he can cover this up. He's not acting alone. He's part of a group. Dating back centuries, they seek to control the progress of human... She's waking. Tehát, na menj mindjárt. Once synthesized, the antidote will contain the only pure essence from his alpha. He'll want it more than anything. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black iron is where I belong. Szóval, hogy itt, ami eredetileg volt kitörés, ott, ahogy elszabadult a cucc, ott kialakult egy valakinél egy ellenállás a fertőzéssel szembe. Nyilván ő is átalakult, de megmaradt a mi volt, ahogy így mondjam, ő a Subject Zero. De meghalt. És a börtön igazgató bácsi úgy gondolta, hogy a laboros kísérletek nem fognak sehova se vinni, ezért érdemesebb, hát hogy, ahogy az ő mondása volt, hogy az evolúció nem a laborba, hanem a szabadba történik, és ezért a börtönre engedte rá konkrétan a vírust, hogy így szabadjára keljen és kialakuljon önmagától, remélhetőleg egy olyan mutáció ismételten, aki képes ellenállni a vírusnak valamilyen szinten. Kontrollban tartani. Hősünk kezdi elveszíteni. Az ott amúgy a haverunk volt. Aki ugye a legelején a pilóta fülkében hát rippelolni. És most meg kell találnunk amúgy azt a... azt a csávót, azt a Subject, nem Zero-t, hanem őt már most a Subject Alpha. És ő belőle kéne mintát vennünk ahhoz, hogy meggyógyítsuk a csajt. Szerintem lőjük le a csajt. Itt és most, essünk ezen túl. Le van a gond. Majd lőjük le azt a másikat, és utána ezt az egész hóbelebancot robbantsuk fel. Na, kitart velem.
Senki? Van még itt amúgy valaki? Haló? Nagyon megállt a chat. Támogatom. Oké, Pisti, jó. Pisti velem van, nagyon jó. Jó. So, what happened back there? Ez fura volt. Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust her? Persze. Don't got a choice. Nem igazán van választásunk. Yeah. Same here. Oké, Péter, oké. Lényegesen kellemesebb ez a hely. What is all this? This is definitely not the UJC. Oh, what is it? De jól néz ki az. Duncan Cole. Szonja, hogy... Duncan Cole. Tonight, while the prison sleeps, I will take matters into my own hands. I will release Mahler's experiments into the wild. No more talk. The time has come for action. And I know that I am right. Szóval a csávó fogta, és amíg a börtönben mindenki aludt, ő maga engedte szabadjára a vírust. Nagyon jó. Hol ez a csávó? Bumba a fejbe. Legeleje, nem? Ami, ahol Dannyt láttuk a videó felvételen. Kész a tea? Aha, Európa Café. Aha, jó, ott tört ki. Ugye itt történt először ez a víruskitöréses tragédia. Ez inspirálta Colt arra, a börtönigit, hogy valami hülyeséget csináljon, mondjuk így. Ott volt valaki az Európán lévő szituban, aki meghalt. Aha. Szóval ez volt az ő indíték. Nem egy terrorista támadás volt ez. A cargo that we transported played a part in both.
és amit ők szállítottak, ugye a legelején a rakomány, az mind a kettőhöz, a Black Iron bizonyos kitöréshez, meg ehhez is közel van. When I get the cure, I can take care of myself. Okay. Make him pay for what he's done. Okay. A csaj itt marad, nekünk meg kell szerezni az ellenszert. Lányok, az a helyzet, hogy én nem érzem, hogy fejleszteni kellene igazából. Úgyhogy mi lenne, ha azt az 1500 pénzt, amiből amúgy fejleszteni nem tudunk, lőszerre költenénk el? Na? Eléggé ilyen endgame gyanús szituációban vagyunk. Mondjuk HP töltőből van 2, az oké. Okay. És akkor... Nem is tudom, hogy melyikhez vegyünk lőszert. A tactical pistol az az, ami kicsit lő és sokat. A shotgun... Amúgy legyen egyszer az. Ez ilyenkor mennyit ad? Hány lövésnyit? 6-ot? 6-ot. Hand cannon, sidearm, még jöhet soti, az jó. A gépfegyver meg ez, ugye? Az assault rifle. Mehet. Print finished. Mennyi pénzem van még? Ó, van még. Nem lehet többet? Vagy így egyesével kell? UKC printing, the highest quality. The highest quality. Martin Stark Stream. The highest quality. In progress. In progress. Cycle complete. Jó, hogy állunk? Alakul a molekula mocorog. Nagyon jó. A Riot Gun az melyik? Igazából mindegyikben jöhet. Ebben adjál még, ez nagyon menő. Excellent choice. Csak a dobás, jó, csak a dobás. Operate responsibly. Having United Day. Legyen egy ilyen is. All liability for use of this print. Cycle complete. Jó, még van pénz lóvéra, úgyhogy még sok. Azt jelzi, hogyha már nem tudok többet fölvenni valamiből? Gondolom, akkor nem enged legyártani többet. Hogy állunk? Ú, még van helyünk, jó. Körülbelül 2 fogok tudni még legyártani, mert 140 ugye egy. Köszi rá, köszi. Executing. Jó, és akkor még ilyet. Have a United Day. És maradt 100 pénz. És abból még tudunk ilyet. UGC printing.
Jó. Ach so, wunderbarnak schön. És hasonló, hogy... Igen, 20, 18... Hát... Nem érzem, hogy nagyon el lennénk látva. De jó lesz. Aha, jó, itt nem véletlen még fel is tunkol, gondolom a játék nem kicsit. Hogy úgy menjél oda be, ahova megyünk, hogy... Maximum lehetőségekkel élve. Ez micsoda? Your methods are rash. You risk too much. The greater risk is in failing to act. Especially when the commonality is finally within our grasp. And... Right on time. Azt hittem, még körbe tudok nézni. The approaches. Hát akkor nem. The survivor. The survivor. Dear Solitarius. Where's the Alpha? Just give me the goddamn antidote. I'm not gonna let her die. Your friend. Ez erős túlzás, hogy barát. I've been watching you. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. The survivor. And what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. Lee. The protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there. Our destiny. But we were not built for life in space. Hmm. This fragile shell holds us back. We have to evolve if we are to survive. And now... You'll all see why. Proof that my methods are worth the risk. Final contest to determine the true survivor. Na, itt van a hülye gyerek. Humanity. Or my alpha. A sötét oldalt választotta. Aha. Well, 5-2-1. You're really a thank you. Maradol. This was a curse. But then I realized it is a gift. Uh-huh. The warden has opened my eyes. Show me my purpose. Aye, aye. Now I'm gonna show you. Látjátok, ezért ne kokszoljatok, mert ez lesz. Nem, nem jó. Elértem. Na most én nyomtam az oldalra, de persze ez részletkérdés. Au. Ja, hogy innen. De mit történik meg? Mit csinál a játék? Haló? Haló? Nagyon-nagyon nem, valami nagyon nem oké. Ahogy megnyomtam a célzást, így elrántott balra. Milyen szinten nem látni amúgy a csomószor a fájtba, egyszerűen...
Hú, botrány rossz. Hát persze. Hát persze. Egyértelmű. Végül is nem azért van a... De mi történik? Istenem! Istenem! Nagyon rossz. De nem enged semmit se csinálni. Az igen. Uha. Nagyon gáz. Szépen köszönöm a 36. hónapot, de jó ég! Örögjenek a hype-ok Nitmán hívónak, köszi, köszi a támogatást, nagy király vagy! Szépen köszönöm a raidet! Hello, hello, sziasztok! Mi a helyzet? Milyen stream volt? Remélem jól éreztétek magatokat. Mi éppen itt bunyózgatunk. A Kalisztro Protokoll végjátékával. No one to save you now. Ajaj. No escape this time. I've been you. I've been everyone. I told you. What's happening to me? Ajaj. Most ezzel a kinézettel nehéz lesz csajozni, haverom. There's always a price. Aha. Aha. Meneküljek. Aha. Nyugi, ráérünk hílelni. Nem sokat látok. Nem értem.
De mi az iskola? Van itt valami más is? Na menj már a büdös francba. Ezt a hülyeséget. Persze. Akartam kérni. Szóval itt jönnek a kis kedves lények is, aha. Jó, ott már csumi. Mivel védjem már le, de komolyan, mi ez a baromság? Most szól ezeknek a... Nem nyomom az ütést. Az az üst. Hülye. Jó, semmi baj. Természetesen előről. Videójáték. Könyörgöm az Istenre, hogy azt csinál már, amit mondod. Akarom. De baszd meg, futok, sprintelek, mi ez a Tehát elfordulok a kamerával, és olyan range van, hogy nyakorver úgy, hogy amúgy sprintel a karakterem. Édes Isten. De ne aztán, azt cserélj fegyvert, köszönöm. Ó, baszd meg, ilyen fosztájtot, hogy nem csinálom. Nyomom az ütést, haver! Húst!
Nani? Semmi bű. Hold on, Danny. You think you've beaten us? Ferris was weak. An imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. That's progress. And it belongs to me. No, I don't think so. Please. This is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. To take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker! Gondoltam, hogy nincs itt valójában. A valiant effort. But surely you know by now, I never lose. No. This time you do. Szóval beadtuk Daninak az ellenszer. Such a waste. All this to save one life. Don't think you've stopped us. The data gathered here will carry the protocol to the next phase. Uh-huh. As for you. Self-destruct sequence initiated. Oh, felrobbantja itt az egészet. And Mr. Lee. I do hope you've enjoyed your stay at Black Iron. Reactor core approaching critical. What's this way? Futi! Run! Run! Move! Futs! Fuss! Szalad! Menekul! Hurry! Hold the door! Hold the door! Just keep going! Hold door! Get to the escape pods! Hold door! Bocsánat! You're almost there! Már majdnem ott vagyunk. Gyere, Dani! Itt van a kapszula. Menjünk! Csak egy kapszula van. Hát akkor, Dani, örültem. Na csúcsi! Jaj, ne már! I do now. I can't keep running from what I've done. What are you talking about? Sorry. Meg ment your child. For everything. I do belong here. Don't do this. Jacob! Transfer worked both ways. He learned more about me, and I learned more about him. In the chaos of the moment, I didn't realize he had also given me the evidence I was looking for all along. Oh, és még odaadott egy ilyet is a kezébe. Hát ez a farsebébe voltam, ugye. Was he trying to make up for the pain he caused, or just chasing some kind of redemption? Either way. I hope he found some peace. Jacob, there might be a way out after all. Reactor core temporary savings activated. But I'm going to need your help. Jó.
találkozunk a DLC-ben. Nos, hát ez volt a Callisto Protocol nevezetű videójáték. Először is, nagyon szépen köszönöm a Megnyugnak, hogy játszhattunk ezzel a játékkal, nélkülük ez nem jött volna létre, úgyhogy ezúton is jár nekik a nagy taps, köszönöm szépen a kódot, a hozzáférést, a támogatást. Viszont beszéljünk a játékról. Kezdjük azzal, ami nagyon jó. Rohadt jól néz ki, rohadt autentikus ez az egész világ, amiben játszódik, rohadt jók a hangok, az egész atmoszféra, nagyon rendben van, és jók a színészi alakítások, a voice line-ok, mit tudom én, stb. Tehát, hogy az egész dolog, az így működik. Nyilván mondjuk ki, hogy olyan nagyon elrugaszkodott újat nem kellett alkotniuk, mert azok az alkotók, akik létrehozták a Dead Space-t, és szerettek volna egy Dead Space 4-et csinálni, csak nem engedték meg nekik, mert azt mondta az EA, hogy középső új. Ők meg eljöttek onnan, és csináltak egy új stúdiót, és csináltak egy új játékot, ami hát ez a Dead Space hát reboot, vagy I don't know, mire, vagy hogy mondjam, és az egész büdzséből, hát én nem tudom, hogy kellett-e amúgy ekkora neves színészek kellettek volna. Tehát ott például alapjáraton én azért húztam volna egy spórolást, mert valószínűleg ennél olcsóbb színész is lett volna. Bár nem tudom, mennyire vállalta, még engem nem kértek föl, én olcsóbban elvált. Na de lényeg, ami lényeg, hogy az, ahogy kinéz a játék, az egész atmoszféra, meg amúgy mekkora marketinget nyomtak köré, azt szerintem eléggé elvihette a budzsét, és ez sajnos látszódik is a játékon olyan szempontból, hogy sok helyen sok sebből vérződik. De tényleg maradva itt a jónál, ez a játék azért a nagyon sok mindenben nagyon jó, de hát nem tudom, azért az, hogy tehát látszik, hogy vagy időhiányban, én arra is tippelek, hogy ők ezt mindenképp ki akarták adni még január előtt, mert ugye januárban, mint tudjuk, jön a Dead Space-nek a remake-je, és ők ezt mindenképp hamarabb akarták. Úgyhogy most nem tudom, hogy egyéb okok miatt mondjuk kellett a kettéváló enemit négyszer berakni. Négyszer, értem? Tehát, hogy négyszer. Szóval az ott így, az egy nagyon-nagyon no-no. Ez az utolsó boss fight, ez a legutolsó, ez konkrétan a do not understand kategória volt. Tehát nem értettem, hogy mikor van az, hogy éppen fázist vált, vagy akármit csinál, és egyszer csak a semmiből fogta magát, és így összeesett, vagy meghalt. És így nem tudtam... Én azt hittem, hogy majd most még jön még egy fázis az animáció után, és majd akkor majd még durvábban kell lövöldöznöm. Tehát ezek szerint hát a Assault Rifle kicsit OP-nak tűnt, tehát hogy onnantól kezdve, hogy eljöttem, és nem robbant rám a kis genyó, akiket behív onnantól kezdve, tehát hogy ez ilyen... Meg előtte is volt egy fight ezzel a csávóval, aminek semmi értelme nem volt. Konkrétan az inkább egy animációnak kellett volna lennie. Úgyhogy azt érzem, hogy egy picit... Hát nem is időhiány, hanem talán inkább én büdzsének mondanám, hogy lehet, hogy elfogyott a dolog. De az, hogy az engine amúgy mennyire megvan tekerve, és mennyire jól működik, az azért na. Tehát rohadt jól néz ki. Igen, azt tudom, hogy voltak problémák amúgy a PC-s verzióval, ezért is örülök, hogy mi a PS-hez kaptunk hozzáférést, és itt tudtunk játszani a játékkal. Mert itt stabilabban futott, bár azért ma például láttuk, hogy még mindig volt egy-két helyen ricc-röcc. Én azt tudom mondani amúgy, hogy ez nem egy rossz játék, csak ez egy félkész játék. Mert ez olyan, mint amikor
Ez olyan, mintha ez lenne, most mondok valamit, ez lenne a diplomamunkád, vagy a master diplomamunkád, és elviszed a félkész diplomamunkádat megbeszélésre, vagy revízióra a dékánhoz, hogy na most akkor eddig ezt csináltam, és akkor most mi van? És akkor mondja, hogy jó, ez így nagyon jó, és akkor ki kéne ezeket, meg ezeket a pontokat fejteni. És ugyanezt érzem itt is, hogy nagyon jó, nagyon jó, nagyon jók amúgy a zenemik, amúgy attól függetlenül most elsőre teljesen oké volt ez a önmagát kettétépő boss is. Ez nagyon jó. Még. Jó? Tehát, hogy ez olyan, mintha felírtad volna a vázlat pontokat, és azt adtad volna ki, és konkrétan nem fejted ki a vázlatpontokat. És a sztoriba is ugyanezt érzem, hogy megvoltak a vázlatpontok, és nincsenek kifejtve. Tehát, hogy ott volt a haver, aki segített kiszökni. Azt az egész drámai helyzetet nem tudod átélni, mert nem volt ideje az egész játéknak megalapozni azt, hogy mondjuk azzal a Elias, vagy hogy a francba hívják, az Elias halálát, azt úgy átérd, és azt mond, hogy jaj, basszus, meghalt a haverja. A legelején is nyilván rögtön egy tragédiával indul a dolog, hogy a másodpilóta barátja meghal. Nyilván az a játék legeleje, tehát ott azért nincsen ideje felépíteni a sztorinak azt, hogy az milyen impact mondjuk a karakterre, de a másiknál egyszerűen, tehát hogy a semmiből találkozol vele, a rádión beszélget valamit, és próbáltok elmenekülni, és így csáó. Utána meghal, és akkor így ülsz, hogy vár, tehát amúgy tök érzelmes, meg megható akar lenni, de nincs mire. És a Csajszival kapcsolatban is nekem az volt a problémám végig, hogy emiatt a nő miatt van itt ez az ember, legalábbis az alapján, amit mi tudunk, utána nyilván kiderülnek dolgok, és előjön a csávóval a bűntudat, és azt mondom, hogy oké, a bűntudata és az egyéb ilyen dolgok miatt azt mondja, hogy akkor megmenti a csajt, és hogy stb. Mert hogy rájön, hogy az annak a szállítmányozási munkának, meg amiket ő csinált, annak köze van ahhoz, hogy mi történt a egyik vagy másik helyen. És oké, értem, de ettől függetlenül az elején, tehát nem kezdesz el már rögtön, ott nem fog érted haverkodni, ott senki az ég egy adta világon. Tehát vagy legalábbis nekem annyira idegen volt az, hogy hirtelen olyan haveri kapcsolatban volt a csajjal, meg megmentem, meg jaj, gyere, meg mit tudom én, micsoda, mintha nem miattal került volna amúgy ide. És ennek is valahogy más helyet kellett volna találni, tehát ehhez egy jó író kell. Itt azért na most eszembe jutott azért a God of War Ragnarök, ahol az írás és az, hogy a sztorit hogy építem, és minek milyen következménye van, és hogy építem föl, és megalapozom, és stb. Ott az, hogy működik, versus mondjuk itt most csak a sztoriról beszélünk, nem a játék magáról. Tehát, hogy ott az írás hogy van megcsinálva, és itt hogy van, és amúgy mind a kettő ugyanannyiba kerül mondjuk 60 euróért, mit kapok a pénzemért. Most jó, nem hasonlítgatni akarom, csak azt akarom ebből kihozni, meg kirágni, nagy nehezen, hogy igenis ezeknek valahogy sokkal jobban meg kell adni az alapját, meg kell adni az idejét is, tehát akkor csináljunk egy olyan szekciót a játékba, ahol kényszerűen össze vannak zárva, és valaminek történni kell, és közben kiderülnek a dolgok, hogy jaj, akkor te valójában annak voltál a tesója, aki ott meg, tehát hogy ott derülhettek volna ki olyan dolgok, amik a végére akkor azt eredményezik, hogy ő meg akarja menteni, mert kialakul valamilyen kötöttség. Nem az, hogy összedobják őket azért, mert jaj, te vagy a nem tudom én kicsoda, te meg a pilóta vagy. Jó, meneküljünk el együtt innen, mert Elias azt mondta. És ő elmegy megnézni a lezuhant hajót, hát ott hagytam volna a szarba. Jó, nézzed a hajót. Csá! Szóval, na mindegy, tudom, kötekedek, de én ezt éreztem,
hogy ez nincs egy kicsit így rendesen összerakva, és hát a harc mechanikával, az elején így a harc mechanika mondjuk úgy, hogy egy ember, ha van, akkor úgy nagyjából oké, és nagyjából, tehát hogy élve, látványos, baromi látványos, viszont irányítás szempontjából nem tudom, így kontrolleren nagyon fura volt. Jobbra-balra próbált cibálni a kontrollert, nincsen külön egy dodge gomb, hanem a kontrollernek az analóg izéjével hajolgatsz, és akkor néha nem érted, hogy ugyanaz a mozdulat miért üt meg, néha nem üt meg, és ha többen vannak, akkor már teljes káosz, és arról meg ne beszéljünk, hogy maga az alapvető, mondjuk az a pont, amikor a kombóba mehetsz, az nagyon nem jól van megcsinálva. Az a legelső pillanattól nem tetszett, de ezt direkt nem is akartam nagyon ott már mondani, de hogy kamera ügyileg, ahogy vált arra a nézetre, akármilyen ütésből, mert ugye 2-3 ütés után van egy lehetőséged lőni egyet, és amikor ott behúzod a célzást, úgy vált a kamera, hogy egy csomószor nem tudod követni. Tehát olyan, mintha teljesen ott lenne egy vágás, és áttrak egy teljesen, tehát hogy nem seamless-en megy át a célzásba, és engem rohadtul zavart folyamatosan, és visszafelé is ugyanez történik sokszor, és nem tudod követni. Arról meg ne beszéljünk, hogy egy csomószor olyan szinten benne van a kamera a trutyumóba, meg a mindenben, hogy nem látsz az égvilágon semmit. És jönnek hárman, és próbálnak megdugni, érted? És egy teljes összevisszaság lesz az egészből, szóval azok ott problémások. Bocsánat, lenyomtam itt közben. Szóval sok probléma van ezzel a játékkal, ettől függetlenül amúgy egy baromira hangulatos játék, és én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó alap amúgy a fejlesztőtől, hogy amúgy, tehát hogy azért lássuk be, az, amit viszont látunk, tehát az a design, meg a hang, meg ahogy kinéz, meg mit tudom én, meg a mocap is amúgy nagyon-nagyon rendben van, azok azért első osztályúak, úgyhogy adunk egy négyes alát, mondjuk, egy négyes alát, és akkor tessék tanulni ebből, és vagy egy hármast inkább, lehet, nem tudom, nem, négyes alá, legyen négyes alá, és akkor a következő témazáró dolgozatra meg tessék rendesen felkészülni ennek a csapatnak, mert van bennük potenciál, de most a kérdés inkább az, hogyha ők kapnak megfelelő támogatást és időt, akkor mondjuk egy új címnél, vagy akár egy Callisto Protocol 2-nél mit fognak alkotni. Mindenféleképpen diverzifikálni, vagy nem is tudom, hogy ez a jó szó kell hogy mennyi enemi van, abból rengeteget kell változtatni, mert oké, legyenek basic alapenemik, meg mit tudom én, de az, hogy negyedjére van felhasználva valami, az nem jó, vagy legalábbis nem így kellene. Nem tudom, nekem az ott nagyon, az ott már most komolyan még egyszer, csak most egy szűk helyen, ott meg egy másik helyen, tehát hogy igazából vagy én voltam hülye, és nem néztem szét azokon a területeken, és lehet, hogy ott már a második alkalomtól lehet, hogy az lett volna, hogy van valami a surroundingban, amit lehet használni, hogy pikpak megöld mondjuk ezt az adott karaktert, vagy enemit, úgyhogy ja. Úgyhogy ja, de hogy újra játszási listán nincs az élen, vagy az elején, hát igen, ezt megértem. Na most még egy kérdés, és ebbe segítségeteket fogom kérni még itt, mielőtt végzünk, hogy alapvetően azért meglehetősen sok mellék helyre elmentem, és persze eléggé mindent is fejlesztettem, de ha, tehát hogy nincs újrajátszás, akkor hogy tudom mondjuk elérni, hogy sok, tehát hogy nem szabadott volna ennyire mindent, tehát hogy csak egy fegyvert kinézek, és akkor azt fejlesztem, így lehetett volna maximumra fejleszteni, mert különböző csak egy fegyvert tudtam maximumra fejleszteni.
És kevésnek éreztem a lootot olyan szempontból, hogy ott van még egy csomó minden, amit lehetett volna fejleszteni, és azokra nem jutott loot, meg pénz. Úgyhogy ezen gondolkoztam itt közben, már itt a vége felé, hogy éreztem, hogy már a játék legvégén vagyunk, és mondom, most tudtam felfejleszteni az első akármit maxra, és nincsen olyan, hogy New Game Plus. Úgyhogy na mindegy. Amikor kérdeztem, hogy kell-e hint, ott az lett volna, hogy van robbanós hordó, amit rá lehet dobni, és kellőképp fáj neki. Egy fázis, majdhogy nem skippelhető. Aha. Láttam, hogy ott van robbanós hordó, azt utána vettem nyilván én is észre. Csak azt hittem, hogy még ott ráadásul ott olyan volt, mintha lett volna valami ilyen savköpős enemy annál a résznél. És na mindegy. Hát a lényeg, hogy túlzottunk és megoldottuk. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a megnyugnak, hogy tudtunk játszani ezzel a játékkal. És ez volt a Callisto Protocol végigjátszásunk. Ez mind, amit tudok mondani még így a végén. Egy kicsit itt az ökfejtéseimet és a mondókámat, bocsánat, hogy ilyen hosszasan fejtettem ki, remélem nem gond, de hát ezek így bennem voltak. Mondom, ha engem kérdeztek, és a híres megéri című kérdésre keressük a választ, akkor mindenféleképpen azt kell, hogy mondjam, hogy várjatok vele egy picit, és ha lesz leárazás, és mondjuk fél áron beszerezhető a játék, és tetszik ez a zsanra, hogy ilyen szavakkal fejezzem ki önöd magamat, akkor szerintem csapjatok le rá, mert amúgy nem tudom, hogy streamen, meg a Vodon, bár a Vodon amúgy szerintem egészen jól néz ki, tehát a 2K-ba egészen szépen látjátok és tudjátok élvezni, viszont tényleg a saját szemével látva az embert, meg amikor ő játszik, mindig más az élmény, mint amikor nézi a streamet, úgyhogy érdemes lehet rácsekkolni. Én még egyszer köszönöm, hogy velem voltatok, remélem élveztétek a Callisto Protocol végigjátszást, ugye azért alapvetően nem ez az a játék típus, amivel a legtöbbet foglalkozunk itt a csatornán, de néha ilyen felüdülés is kell. Mára ennyi, holnap jövök, és hát mindenki kösse fel a gatyhest, főleg én, mert hát egy fenékkel szeretném megoldani azt, ami még hiányzik a God of War Ragnarökből, ami tegnap kiégetett, és ami még utána van, mert hogy a holnapi nap találkozunk a karácsony előtt utoljára, mert pénteken én már utazom, úgyhogy holnap lehet, hogy elég hosszú stream lesz, majd meglátjuk, igyekszem ügyes lenni. Addig tolom, amíg platina nem lesz, ez a cél. Úgyhogy várlak titeket, nagyjából 6 körül fogunk kezdeni, aztán pedig megy, ameddig megy. Köszi szépen a figyelmet, legyen kellemes estétek. Én azt mondom, hogy csalatkozzunk be a legózó ifjúkhoz, úgyhogy átmegyünk Jani, Pisti, Balázs és Dani streamjére, menjünk a VR-hoz, és nézzük, amilyen csodálatos legókat raknak össze ezek a fiatalok. Már köszönöm a figyelmet, holnap pedig várlak titeket 6 óra környékén. Na, hello.